Tisztelt püspök atya, tisztelt elnök urak, tisztelt professzor urak, tisztelt elnök úr, hivatalvezető úr, kedves hölgyeim és uraim, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm azokat is, akik székesfehérváriként érkeztek most ide a díszterembe és előtte a bazilikába, és azokat is, akik máshonnan érkeztek hozzánk haza, hiszen ahogy püspök úr is elmondta, köszöntője elején, mise elején történelmi fővárosba, Szent István városába érkeztek. Érkeztünk és veszünk részt egy program sorozat gyakorlatilag beharangozó eseményén. Amikor elnök úrral néhány hónappal ezelőtt tárgyalhattunk, majd utána egy kis sajtóesemény keretében már bejelentéseket is tehettünk, akkor is azt fogalmazódott meg bennünk, hogy ebbe a városba Szent Istvánra emlékezni az jog, lehetőség és felelősség egyaránt. Ha tehát egy országos kezdeményezés, egy szép és méltó kezdeményezés elindul, ami Szent Istvánnal kapcsolatos, az ő alkotásával, munkájával kapcsolatos, akkor abban Fehérvárnak részt kell vennie. Mert a történelmi jog ezt a felelősséget is adja erre a vármegyére, és természetesen erre a városra is gondolva. Itt körbenézünk ebből a terembe is, rengeteg olyan dologgal találkozunk, ami Szent Istvánra emlékeztet bennünket. Legyen az egy szobor, legyen az egy történelmi zászló, legyen az egy történelmi felirat, vagy legyen éppen az Aranybulla első cikkeiben éppen a nagy királyra való emlékezés kötelességét, az utódokra róvó rendelkezés. Mind-mind jelzi ennek a városnak kötődését, és azt is, hogy mit köszönhet Szent Istvánnak. Köszönhet, és ezért is emlékezni és emlékeztetni a mi feladatunk is. Külön megtisztelő, amikor mások máshonnan is úgy értik és érzik, hogy egy-egy ilyen ünnepség sorozatban Fehérvárnak kitüntetett szerepe is helye kell, hogy legyen. Ezért természetes volt, hogy amikor a megkeresés hozzánk megérkezett, hogy ebbe a programba mi magunk is vegyünk részt, akkor első szóra mondtunk igent, és ajánljuk ezt az együttműködést, barátságot és közös programszervezési lehetőséget azoknak a szervezőknek, akik ezt a szép programsorozatot megálmodták és elindították. Azért is örülök ennek a mai napnak, mert sokszor hibánk az, hogy amikor egy-egy évfordulóhoz közeledünk, akkor úgy kevés időt hagyunk magunknak, és a végén csak aztán beleessünk abba az ünnepbe. Márpedig egy ünnepre felkészülni, az legalább olyan fontos, mint azt az ünnepet megélni és átélni. Ezért is volt fontos, és köszönöm püspök úrnak azt, hogy lelkileg, hitben megerősödve kezdhettük ezt a mai napot, és a bazilikából így érkezhettünk ide a városházára. Azt hiszem, hogy így szép és így méltó is, és talán így a gondviselés segítségét is kérhetjük, hogy ebben a programsorozatban támogassa azokat, akik együttműködő partnerként lépnek föl, és álmodnak meg valamit. Amihez majd közeledünk, és most olyan messzinek tűnik, még mondjuk, ha 2025-ről beszélünk, de hát látjuk a mindennapokba, hogy szinte most volt karácsony, aztán húsvét, aztán most meg már a pünkösdön is túl vagyunk, és szinte beleesünk lassanként a nyárba. Tehát nincs olyan messze az a 2025 sem, és nincs olyan messze 2031, és nincs olyan messze 2038 sem. És hajlamosak vagyunk ilyenkor azt mondani, hogy de hát azért az messze van. De ha valaki belegondol mondjuk 2000-be, hogy mennyi minden történt ez alatt a kicsi, majdnem 23 és fél év alatt, akkor látjuk, hogy bizony ezek az évek, ahogy szaladnak, ez azt jelzi számunkra, hogy időben kell elkezdeni mindenkire a felkészülést. És ezt, hogyha ugyanilyen összefogással és együttműködéssel tudjuk megtenni, akkor biztos, hogy szép lesz és méltó ez az emlékezés. Köszönöm minden olyan partnerünknek, aki ebben a munkában részt vesz. Kínáljuk természetesen elnök úrral, a vármegyével közösen azt a jobbot, amivel a magyar ember is gyakorlatilag anélkül, hogy bármit leírna is, szövetkezik arra, hogy ami úton elindultunk, ott együtt is fogunk végigmenni. És most többeken mosolyt látok az arcukon, én kívánom, hogy ez a mosoly legyen az emlékezés mosolya, az, hogy megcselekedtük, amit e tekintetben azt hiszem, hogy a haza joggal vár tőlünk, és abban a városban, amihez Szent István tartozik.
és szóba került Esztergom is, és egy különleges kezdeményezés az, ami a két város között létrejön, hiszen testvérvárosi kapcsolatot köt a két város egymással, a két testület a szükséges döntéseket már meghozta, és várhatóan az augusztusi ünnepkörben, talán augusztus 19-én Esztergomban aláíródik, és utána pedig aztán ez Fehérváron szintén megtörténik. És ezt én azért tartom fontosnak, mert nem a vagyon van a hangsúly, hanem az ésen. Ha azt mondjuk, hogy Szent István városa, mind a kettő város Szent István városa. És ő biztos, hogy azt várná el mind a két város polgáraitól, hogy ezt a történelmi jogot egyben felelősségként is fölfogna, próbáljon irányt és utat mutatni, ahogy Szent István mutatott ennek a nemzetnek irányt és utat, és nem csak az akkor élő embereknek, hanem 1000 év távlatából mind a mai napunk nekünk is. Szerintem ez az üzenet, és ennek az üzenetnek a jegyében gyűltünk majd össze, és már előre is várom majd professzor úr előadását, ami egészen biztos izgalmas, és rá vonatkozóan biztos szórakoztató is lesz emellett. De mindig az jut őt hallgatva eszembe, amikor egyik kedvenc történelem tanárom mindig azt szokta mondani, Almos tanár úr, többen ismerjük, hogy maguk tanult emberek, ezért nem mondom el, hogy ez az idézet Vörös Martitól van, mert megbántanám önöket, hiszen önök ezek biztos tudták. Nem mindig tudtuk, viszont mindig táplálkoztunk egy-egy ilyen előadásból. Így lesz ez egészen biztos a mai nap is. Nagyon méltó felkészülést kívánok, és szép közös programokat. Köszönöm, hogy meghallgatta. Köszönjük, polgármester úr, köszöntő szavait. Most pedig a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület, mint a Szent István 2025 programsorozat együttműködő partnere képviseletében felkérem Nárai Szabó Gábor urat, hogy ossza meg gondolatait a témában. Püspök úr, polgármester úr, elnök úr, hölgyeim és uraim! A Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnöksége nevében köszöntöm Önöket nagy szeretettel ezen a jeles napon, a Királyok városában, a Király városában, amikor emlékezünk. Fontos az emlékezés. Fontos, hogy időről időre számba vegyük a múltat, mert csak erre építhetjük a jövőt. Szent István kiemelkedik a legkiválóbb magyar vezetők és államférfiak közül is, mert ő volt az, aki megteremtette a jövőnket Európában. Ehhez keresztény államot szervezett. Az akkoriban erős Bizánc helyett a nyugati kereszténységhez csatlakozott, talán azért, mert tudatában volt annak, hogy így őrizhetjük meg nagyobb eséllyel az akkora sok száz év alatt kialakult jellegzetes kultúránkat. Alapszabály, hogy mindig a két erős között mindig a gyengébbhez kell csatlakozni, akkor tudjuk jobban megőrizni az identitásunkat. 1000 év távlatából is azt üzeni a mai nemzedéknek, ragaszkodunk a magyarságunkhoz. Manapság különösen fontos ez az üzenet, mert nem éles szabjával és ágyukkal, hanem alattomosan mézédes szavakkal igyekeznek leépíteni mindazt, amiben hiszünk. Istent, hazát, családot. Nem hagyjuk. Hölgyeim és uraim, Szent Istvánra emlékezve vigyék el a hírt, Mária országa meg akar maradni magyarnak. Köszönöm szépen. Köszönjük Nárai Szabó Gábor professzor úrnak, hogy megosztotta velünk gondolatait. Most pedig felkérem Lomnici Zoltánt, az Emberi Méltóság Tanácsának elnökét, a Szent István 2025 tematikus programsorozat megálmodóját, hogy a témával kapcsolatos gondolatait ossza meg velünk. Püspök atya, polgármester úr, vármegye vezetője, professzor urak, minden kedves jelenlévő. Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és
be kell vallanom, hogy a Szeretem Székesfehérvárt csoportnak tagja vagyok. Rendszeresen követem a Facebookon az eseményeket, és ezt tágabb családom nevében is mondhatom, hiszen kislányom gyermekeinek nagymamája és nagypapája is itt ül, Balog Elemér professzora Nászor. Igen, 6 unokám van, közülük 2-nek a nagyszülei itt vannak, tehát ezt családilag is így kell érteni. Mi is ennek az 5 éves programnak a célja, amelyről már professzor úr, kedves barátom is beszélt, az előttem elhangzott gondolatokból kiderül, méltó módon felkészülni államalapításunk 1025. évfordulójára. Emellett a cél mellett a másik kiemelkedően fontos elem, hogy hazánk történelmi fővárosa, hogy erre Püspök atya Szentmisében is utalt, betöltse azt a szerepét, amit egy történelmi fővárosnak, hiszen nem csak Magyarországon vannak ilyen városok, hanem számos helyen a világban, és számon is tartják őket. Tehát, hogy ez a város, amelyet maga Szent István jelölt fővárosnak, ahol az első országgyűlések voltak, a levéltárat őrizték, és a Szentmisén elhangzott, hogy milyen módon kötődött a nagy király életéhez. Ez valóban a Szent Istváni ünnepkörben Budapest és Debrecen mellett megkapja azt a helyet, ami jár neki történelmi okon, és már csak azért is, mert az itt élők szeretik a városukat, és olyan vezetőik vannak, akik egészen példamutatóan és egészen különleges módon tesznek a városért, karakteresen kiállnak Székesfehérvárért. Tehát azt gondolom, hogy jó szívvel ajánlhatjuk a nemzetnek, hogy Székesfehérvárt, tágabb értelemben a vármegyét tekintsék az ország szívének, különösen Trianon után, hiszen egy olyan történelmi szituáció alakult ki, amikor valóban ez a maradék Szent Istváni Magyarországnak a központja. Ha már ez szóba került, őszintén kell beszélnünk a tényekről, és mielőtt a Szent Mise elkezdődött, ez szóba is került, hogy Szent István Magyarországa ma is él, a trianoni tragédia óta egyre nehezebb körülmények között. Hiába gondoltuk, hogy a rendszerváltás javulást hoz. Ha megnézzük a népszámlálási adatokat a felvidéken, a valaha 800 ezeres felvidéki magyarság 420 ezer tagja vallotta magát magyarnak. A valaha 2,5 milliós erdélyi magyarságból 1 millióan vallották magukat magyarnak, és az Erdélyi Magyar Szövetség rámutatott, hogy csak az elmúlt 33 évben 620 ezerrel csökkent a magyarok aránya, és egy olyan lélekszámcsökkenés következett be 10 év alatt 250 ezer fő Erdélyben, ami Hargita megye teljes lakosságát, a legnagyobb magyarok lakta megye lakosságát teszi ki. Én azt gondolom, hogy Szent István Magyarországának élni kell, és nem szabad, hogy a nyelvi határok és Kis-Magyarország határa összeérjen, mert a felvidéken lassan ezt tapasztaljuk. Nagyon sok település, most nem merek arról beszélni, hogy mikor Horthy kormányzó az első bécsi döntés után Kassára bevonult a lakosság, rád nézek, Nász uram, 78%-a magyarnak vallotta magát, most úgy tudom 3%-a magyar. Ezt nem szabad hagynunk, tehát Szent István, amit ránk hagyott, azt komolyan kell venni, azt ápolni kell, ilyen vezetőkkel, mint polgármester úr, és hát remélem, hogy Esztergommal is sikerül kapcsolatokat kialakítani, már minden ezzel kapcsolatos lépést megtettünk, és a harmadik nagy jelentős település, Gyulafehérvár, hát ott tudjuk, hogy a magyarság aránya hogy áll, de ott van mégiscsak az érsekség,
kell, hogy szerepet kapjon, hiszen Szent István Magyarországa nem korlátozódhat az anyaországra. Tehát ilyen egyszerű gondolatok mentén állapodtunk meg Vízkeleti Mariannal, és a legmagasabb szinten is a lelki jóváhagyást megkaptuk, és kezdtük el a munkát, és az eddigi legfontosabb eredmény az a megállapodás, amit Cserpalkovics András úrral aláírhattunk, Gellén Márton úr képviselte az Egyesületet. Tehát azt gondolom, hogy igenis lesznek ennek eredményei, fel kell rázni az embereket, meg kell maradnunk azon a szállásterületen, ha szabad régi kifejezéssel ezt használni, ami Szent István idején volt, és azoknak a településeknek, ahol 1000 évig magyarok laktak, a lehetőséghez képest magyarnak kell maradni, mert a sikeres nemzetpolitikáról csak akkor beszélünk, ha a csalló közben akkor is élnek még magyarok, amikor majd 50 év múlva oda mennek Magyarországról turisták, és nem ők lesznek az egyetlen magyarok ezen a egyébként valaha színmagyar területen. Köszönöm szépen! Köszönjük elnök úrnak, hogy megosztotta velünk gondolatait, most pedig felkérem Spányi Antalt, Székesfehérvár megyés püspökét, a Szent István 2025 programsorozat egyházi fővédnökét, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Tisztelt polgármester úr, elnök urak, professzor urak, hölgyeim és uraim! Azzal, hogy valamit meg tudunk osztani, nem leszünk szegényebbek. Azzal, hogy kincseinket számon tartjuk, nem szegényítünk másokat. Székesfehérvárnak világos kincsei vannak, Szent István király személyével, életével, működésével kapcsolatban, amelyeket nem mások ellenére, hanem talán éppen másokért kell nekünk őrizni. Kell ezeket a kincseket világosan képviselni, az utánunk következő nemzedékeknek átadni, hogy ne szegényedjen a nemzet, hanem gazdagodjon, ne az életéből veszítsen, hanem inkább életerejében gyarapodjon. Néhány olyan abszolút világos történelmi tény, amely mutatja számunkra, hogy Szent István hogyan fordult Székesfehérvárhoz, és mit őriz Székesfehérvár Szent István királyról. Nyilván 1000 dolog soha nem került lejegyzésre, 1000 dolog soha nem került úgy átadásra, nemzedékről nemzedékre, de valahogy a magyar lélek, a magyar szív, a magyar emlékezés ezeket pontosan őrizte. És azok, akik közel voltak Szent Istvánhoz, bár nem voltak esetleg kortársai, világosan és pontosan tudták, miket őriznek, miért éreznek felelősséget. Amikor 1038. augusztus 15-én a nagy király meghalt, nem volt kérdéses, hogy őt abba a nagyboldogasszony székesegyházba kell eltemetni, amelyet épített, és amelyben a maga számára készített sírhelyen már ott nyugodott az ő reménye és az ország reménye, Szent Imre herceg. A temetés így történt, és így került Szent István abba a sírba, amely aztán ennek a csodálatos templomnak egy központi helyén volt. Eltelt néhány évtized, és hetedik Gergely pápa volt az, aki megengedte Szent László királynak, hogy az általa Székesfehérvárra összehívott országos zsinaton 1083. augusztus 20-án testét ünnepélyesen felemeljék. A legendát nyilván mindannyian, akik itt vagyunk, ismerjük, hogyan nyitották ki a sírt, és ott mit találtak, és hogyan keresték, hogyan kutatták
a Szent Király csontjai között a gyűrűt, és keresték a Szent Jobbot. Ez a gyűrű a Szent Jobbal Mercurius szerzetesnek a kincstárába került, csodálatos legendás történet, egy angyal, egy fehérruhás ifjú, hogyan bízta rá azt a drága kincset, amelyet neki őrizni kellett, és amelyről majd, amikor eljön az idő, akkor föl kell tárnia azelőtt, akit az Isten majd küld. Így lett a Szent Jobb őre, a Berettyó mellett álló családi monostorban elhelyezve, és ez a monostor őrizte ezt a Szent Jobbot. Majdnem egy éven keresztül így történt ez, amikor 1084. május 30-án László király ellátogatott ebbe a monostorba, és akkor Mercurius neki megvallotta a titkát. A Szent Jobb tiszteletére emelt monostor ettől kezdve már királyi védelem alatt és királyi jogon lett a Szent Jobb őre. A jobb kézről leválasztott kar Lengyelországba került, Lvovba, egy másik részét a bécsi Szent István dombban őrzik. A Szent Jobb azonban a török dúlás idején a koponya erekjével együtt Raguzába, ma Dubrovnikba került. Ott volt biztonságba, ott tudták őrizni. Majd Mária Terézia a Szent Jobbot 1771. június 21-én Budára vitette, és a királyi vár kápolnájában őrizték. A koponya ereki egy részét először Pozsonyba vitette, majd egy évvel a Székesfehérvári Egyházmegye megalapítása után 1778. április 2-án ide Székesfehérvárra hozta egy díszes és értékes ezüst erekje tartóban. A Szent Jobbhoz, Szent István királyhoz ezek történelmi tények, hogy így kötődik ez a város. Ezeket tagadni, ezeket megkérdőjelezni, ezeket elbizonytalanítani, sehová nem vivő törekvések. Mint ahogy az sem, hogyha másnak az élményeit, gazdagságát és kincsét próbálnánk elvitatni, és próbálnánk relativizálni. Nekünk nem csak kötelességünk Szent Istvánnak ezeket az emlékeit, ezeket a történelmi tényeket fölidézni, továbbadni, hanem a kötelességünk mellett természetesen jogunk is, de felelősségünk is. Adja az Úr, hogy ez a törekvés, amely most elindul, és amely reméljük, hogy elvezet oda, amit elnök úr megfogalmazott, az egész magyarság gazdagodása, magyarság létének az erősödéséhez, hiszem, hogyha mi megtesszük azt, ami most rajtunk múlik, akkor ez így lesz. Hát adja az Úr, hogy az ő áldása rajta legyen az egész magyarságon, ahogy volt a múltban, és van a jelenben, legyen a jövőben is velünk. Isten áld meg a magyart. Köszönjük püspök úr ünnepi köszöntőjét. A Szent István 2025 programsorozat minden évben saját tematikára épül, amely Szent István király örökségének egy-egy elemére irányítja a figyelmet. A mai konferenciánk témája Szent István király, a magyar büntetőjog első reformátora. Felkérem Balogh Eremér egyetemi tanárurat, jogtörténész urat, hogy tartsa meg előadását a témában. Köszönöm szépen a lehetőséget és a szót. Kedves püspökatya, polgármester úr, kedves nász uram, kedves barátaim, hölgyeim és uraim. Én kezdek hozzászokni a Székesfehérvárhoz, ami nekem nagy öröm, gyönyörűség.
mert dunántúli gyerek vagyok, és pár elszakadtam 40 éve az Alföldre, de valahogy az őseim az elmúlt 1000 évben itt éltek, szóval ez valahogy engem mindig az otthon, a hazatalálás érzésével ajándékoz meg. Kaptam egy felszólítást, hogy ilyen szórakoztató stílusban próbáljam ismét elmondani a vállalt témámat. Hát megpróbálom, de bevallom őszintén, hogy most egy kicsit nehezebb témát hoztam. Nagyon kell figyelni. És ez a 7-8 oldal, remélem, azt a 30 percnyi időt egyrészt kitölti, hát attól nem félek, és igyekszem majd azért követhetően elmondani. Szent Istvánról ez a téma, amit ma idehoztam, a büntetőjog, a korabeli magyar és európai büntetőjog összehasonlító elemzése, ez egy kevéssé ismert téma, hiszen Szent Istvánról általában inkább, mint államalapító, nagy királyról, szent királyról, egyébként ritkán hangzik el, hogy ő volt az első király, akit ilyen státuszú személyként az egyház szentté avatott. Egyház szervezés és hasonló témákban szoktuk említeni, méltán, okkal, joggal. Csak erről egy rövid megjegyzést, most írok éppen a napokban egy rövidebb tanulmányt a középkori Cseh-Morva egyházi bíráskodás struktúrájáról, és meg is döbbentem, hogy az egész középkoron át Csehországnak egyetlen püspöksége volt, a prágai. 1344-ben jött létre egy jelentéktelenebb egyház püspöki szintre emelésével, és Prága érseki rangra emelkedésével egy második, meg Morva országban, Olmützben egy másik. Ez képest Szent István már 10 püspökséget szervezett meg a maga korában, tehát egy európai léptékű, európai öntudatú uralkodó volt, semmi pironkodni valunk nem volt Európában, inkább minket figyeltek árgus szemmel, hogy mi lesz a következő húzása Szent István királyunknak. Leírtam az előadást, tehát nagyjából azért ragaszkodni fogok a szöveghez, csak néha szólok ki belőle. Első és mindjárt szent királyunk uralkodása szinte minden tekintetben mérföldkőnek számított a magyar, de sok vonatkozásban az európai társadalom, egyház és jogtörténetben. Most csupán a büntetőjog területén kifejtett nagyfokú bölcsességről árulkodó rendelkezéseinek európai kontextusba helyezett vázatos elemzésére vállalkozom. A fő tétel, hogy Szent István csak annyit változtatott meg a tradíció jogrendjéből, amennyi feltétlenül szükségesnek mutatkozott, amit viszont megkövetelt az újszerűnek mutatkozó keresztény értékrenden alapuló államrend és egyház védelme, a szigorú következetességgel elrendelte. Lássuk a kezdeteket. Miként az egyetemes, ugye a magyar fenyítő törvénykezés, használok néhány régies magyar jogtörténeti kifejezést, fenyítő törvénykezésnek nevezték nagyjából a 19. század közepén Magyarországon azt, amit ma büntetőjognak mondunk. Ennek a kezdeteiről is írott és autentikus kurtfők hián alig van fogalmunk. Ugye DVD jogtárak nem igen léteztek, még videófelvételek sem léteztek a Szent István korabeli eljárásrendről, de nyugaton se egyébként. És ráadásul a mi magyar kultúránk sokkal kevésbé volt grafomán a középkorban a nyugatiak, akik mindig mindent leírtak, jó részletesen, sok mindent le is rajzoltak. Ezek a források javarészt sajnos hiányoznak. A mi történelmünket, mint sok másét, az ellenségeink írták. Úgyhogy a kútfőkkel óvatosan kell bánni. Lényegében összehasonlító történeti elemzésekre és indirekt forrásokra kell hagyatkoznunk, különösen akkor, amikor a magyarság büntetési szokásrendjének genezisét kell felvázolni. Értékelhető írásos források hiány is kirajzolódik azonban egy váz, ami kiindulási állapotnak elfogadható és elégséges. Az indoeurópai népek büntetőjogi kultúrájának általános fejlődési jegyei felismerhetők eleink társadalmi gyakorlatában is. Előjáróban leszögezhető, hogy a büntetőjog fejlődés történetét három korszakra oszthatjuk. A bosszú, a vagyoni jóvátétel és az állami büntetőjog által uralt időszakokra.
Ezek közül népünk az államalapítás idején, tehát Szent István idején már egyértelműen a kompozíció rendszerében élt, amely mellett a bosszú teljesen háttérbe szorult. A vérszerződés jól ismert társadalomtörténeti motívuma elég gyakori volt a pusztai népek körében. Pontosan azt a célt szolgálta, hogy a bosszút, amely egyébként kötelezettség volt a sérelmet szenvedett nemzetségek egymás közti jogvitáiban, ezt kiiktassa. Mert a vérszerződéssel egymással szimbolikus rokoni kapcsolatra lépett személyek, családok között tiltott volt a bosszú. Megjegyzendő persze, hogy a gyakorlatot nem ismerjük, így nem kizárt, hogy a társadalom életében az erkölcsi tradíciókba kapaszkodó megtorlás sokáig életben maradhatott. A Szent István királyunk személyéhez kapcsolt államalapítás a keresztény jogrend megjelenését hozta magával, de csak évszázadok során formálódott ki az a jogrend, amelynek lényegi elemei e szemléletmód talaján állottak. A rendi korszak kialakulásáig nagyjából a 14. századig terjedt az az időszak, amikor büntetőjogunk a tradíció elemeit még markánsan hordozta, de az állami büntető igény is fokozódó mértékben tört előre, és félreismerhetetlenül a rendiség politikai és jogi struktúrájának megfelelő büntetőjogi intézményeket hívott életre. Ez egy következő korszak témája lesz majd Verbőci és a tripartitum jogi kultúrája. A büntetendő cselekmények jogtörténeti osztályozásáról fogok most egy picit elmélyülni. A közösségben élő ember számtalan alkalommal megsérti azokat a normákat, amelyek az együttélést szabályozzák. Az antik római kultúra világából ismert hármas normarendszer a vallási, az erkölcsi és a jogi előírások egymással is szorosan egybefonódó előírásait megsértőkkel szembeni fellépést nevezhetjük a büntetőjog legtágabb értelmében vett történelmének. A régi rómaiak e három normatípus között főleg a vallási szabályokat kezelték külön, az erkölcsi normákat pedig a tradíció talaján minden norma irányában íratlan alapjának tekintették. Mint jól tudjuk, egészen más volt a helyzet a jog, a jusz szabályaival. Ezek kezdetben és lényegüket tekintve a római jog egész történelmén át, főleg az árucsere forgalom élethelyzeteinek eligazítására szolgáltak, de a büntetőjogi tartalmú rendelkezések közül a legfontosabbak szintén olvashatók már a korai kútfőkben, a 12 táblás törvényekben például. A római jogban a büntetendő cselekmények két fő csoportra voltak osztatók, a magánjogias deliktumok és a közbüntettek, a krimenek, krimina, amelyek fontos ismérve volt az utóbbinak, hogy a bűncselekmények efajta ismérvét mindig törvény mondta ki. A közbüntetteket az állam üldözte, s körük az évszázadok haladtával egyre bővült. Több mint érdekesség, hogy például a lopás, a furtum, eredetileg magánvédség volt, majd csak a császárkorban lett belőle krimen, tehát a tolvajokkal szemben közönséges polgári pert lehetett indítani, akció furtivát adott a prétor Peregrinus például, és a tolvajt nyakon csipték és beigazolódott a tette, akkor duplumba marasztalták. Egy tulajdonképpen zseniális, pragmatikus, egyszerű római megoldás. Adja vissza, s még annyit. Mindenki jól jár. Ez kicsit cinikus volt, bocsánat. Szorosabb értelemben természetesen csak a jogi normák megsértésével kell foglalkoznunk, de a fentiek előrebocsátása nélkülözhetetlennek megértéséhez, miért kapcsolódott az évszázadok során annyi vallási és erkölcsi szempont a büntetőjogi rendelkezésekhez. Végig tekintve a Mediterráneum bő 2000 éves jogtörténelmén három korszakra osztható ezek a fejlesztőtörténeti elemek, amelyekről az előbb már egy mondatban röviden említést tettem. Megállapítható, hogy a büntetőjog máig tartó fejlődésének ez az állami büntetőjog, ez a közjogiasított büntetőjog, ez a főutca, és nem a különböző társadalmi csoportok, közösségek, rendek, városok megszámlálhatatlan kiváltságból építkező sajátos jogi szubkultúrája, ez volt a középkori, nagyon színes, nekem nagyon kedves időszak kultúrája. A három korszak jegyei bár egy-egy időszak meghatározó vonásainak mondhatók, azonban legalább rejtetten mindenkor jelen voltak, sőt napjainkban is tapinthatók. Egy picit beszélnék
részletesebben, nem túlzottan, persze a bosszú korszakáról, mert érdekesnek elég érdekes és szórakoztató motívum is könnyen kitapintható benne. A bosszú az vallási vonatkozásokat is hordozó, erősen becsületbeli ügynek tekintett, és persze pszichikai szálakkal is sűrűn átszőtt magatartásforma. A sértett vagy hozzátartozói részéről gyakran terhes, de elvárt kötelesség volt. A szemet szemért fogad fogért elv latinos formájában jus talionis a megsértett jogrend helyreállítását célozta, méghozzá abban az adekvátnak tűnő formában, hogy a bűnöst ugyanazzal a büntetéssel sújtja, mint amilyen jellegű büntettet az elkövetett. Jellemzően a gyilkost meg kell ölni. A bosszú eredeti formájában természetesen mindig a magánosok ügye volt, de az első államok, az állammá szerveződött társadalmak törvényei között is bőven megtaláljuk azokat a rendelkezéseket, amelyek a magánszemélyek kezéből kivette és a közhadalom feladatává tette a bosszú teljesen formális szempontokat követő érvényesítését. Ennek legismertebb s legősibb formája Hammurabi óbabiloni törvény, uralkodó törvényeiből való Krisztus előtt 1700-1800 körüli időből, 4000 éves. A bosszú államilag gyakorolt formájának továbbfejlődése jelentette az egyik meghaladási irányt. Tehát az állam kezébe vette az igazságszolgáltatást, így legalább garantálva volt az elfogulatlanság, bár egy-egy nagy visszhangot kiváltó jogsértés alkalmával az indulatoknak a bírák sem tudtak ellenállni. Az archaikus büntetőjog sok tekintetben még a közösségi büntetőjog felelősségi szemléletének gyakran a bosszú gondolatával is egybekapcsolódó elvi alapján állott. Jól példázza mindezt egy hazai történelmünkből jól ismert eset, a Zács vagy Zák Felicián féle büntény megtorlása. A Zák nemzetségből való Felicián 1330. április 17-én kivont karddal rátámadt a visegrádi palotában éppen ebédelő királyi családra. Hátborzongató jelenet. Hozzáteszem halkan, hogy a magyar történelemben ennek a párját nem ismerik, a nyugati történelemben oldalakat, könyveket írtak tele hasonló történetekkel. A királyt csak megsebesíteni tudta, valószínűleg nem is ő rátámadt, ám a gyermekeit védelmező Erzsébet királynénak 4 ujját levágta. A gyorsan közbelépő személyzet, majd a testőrség Feliciánt azonnal felkoncolta, és végzett a közelben tartózkodó, a merényletben teljesen vétlen fiával is. Leányát, Klárát csúnyán megkínozták, és valószínűleg szintén kivégezték, ennek a részleteiben nem merülnék most el, mert hölgyek is vannak jelen. Az egy hónap elteltével az országbíró elnökletével összeült világi előkelők alkotta bíróság ítélete az egész nemzetséget sújtotta, elrendelték a család harmadízigleni kiirtását. A rokonság annál távolabbi tagjait szolgasságra vetették, és teljes jószágpusztítást, vagyis vagyonelkobzást mondtak ki. Az eset a maga korában európai visszhangot kiváltó, elrettentő ítélettel együtt a felségsértés tényállására és megtorlására szinte iskola példa, egyszer s mind a bosszú továbbélésének is világos bizonyítéka. Ennél sokkal fontosabb azonban, és Szent István királyunkra, meg arra a korszakra is reflektálva természetesen, a második nagy fejlődéstörténeti időszaknak a jellemzése a kompozíció, a vagyoni elégtétel adás útján való vitarendezés. Az erős közhatalom megjelenésével arányosan húzódott háttérbe az egyéni igazságszolgáltatás, a bosszú, és adta át helyét egy új vitarendezési formációnak, ennek a kompozíciós rendszernek. Ez sok évszázadon át sikeresen alkalmazott büntetőjogi modell volt. Mind az endogermán népeknél, mind magyar eleinknél láthatjuk, alkalmazták a jogsértések elsimításának e módját. A társadalmi konfliktus helyzetek ilyetén való kezelése bölcseletileg lehet ugyan hibás, hiszen egy emberi élet, például a női tisztaság nyilván nem fejezhető ki pénzben vagy egyéb anyagi javakban. A tapasztalat azonban nagyon életszerű választ adott a súlyosan kiélezett emberi tragédiák kezelésére. Ennek megértéséhez legelőször is fel kell idéznünk azt a tényt, hogy csak a zsidó-keresztény antropológiai talajon álló közgondolkodás szerint számított ember és ember egyenlőnek, persze szigorúan véve csak Isten előtt. Mégis ez az attitűd szilárd alapot jelentett annak a gondolkodásnak a megerősödéséhez, hogy az ember nem lehet tárgy,
miként az antik mediterránium kultúráiban, a görög-római kultúrában a rabszolga az resz volt, dolog, beszélő dolog. Így a büntető jogi értékelésre váró esetekben sem kezelhető tárgyként, másként közvetve értéke nem fejezhető ki ekvivalens módon anyagi javakban. A kompozicionális rendszer talaján álló jogi kultúrák azonban a maguk idejében még eléggé távol állottak a fenti megfontolásokat alapul vevő szemléletmódtól, mondhatni éppen ellenkezőleg gondolkodtak, ember és ember éppenséggel nem egyenlő. Az emberi személyeknek számos nem büntető jogi karakterű élethelyzetben kifejezetten volt ára, rabszolgaság, nővásárlás, ugye a házassodásnak a nőrablástól most eltekintve a civil formációja jellemzően a nővásárlás volt a mi őseinknél is. És a pragmatikus tapasztalat is igazolta, hogy a pénz nagyon jó gyógyír tud lenni a bűncselekmény okozta, amúgy valóban lassan gyógyuló sebekre. Volt egy további fontos oka is annak, hogy a bosszút a vagyoni jóvátétel rendszerre kiszorította a gyakorlatból. A vérbosszú által gyakorolta, elindított láncreakciószerű megtorlások folyamatosan destabilizálták a társadalmat. Ez a körülmény mindaddig, amíg a racionális szempontok nem kerekedtek felül, folyamatosan gyengítették, sebezhetővé tették a közösségeket. A germán társadalmakban hamarabb, de a pusztai népek köréből érkező régi magyar társadalomban is felváltotta a bosszút a vagyoni elégtételadás rendszere. Ez utóbbi tekintetben a magyar fejlődés a nyugat-európaitól teljesen eltérő okok miatt fejlődött ebbe az irányba. Az eurázsiai sztyeppéken élő több száz nép ugyanis folyamatosan fenyegetettséget jelentett egymás irányában, hiszen e térségben a hólabdaszerű struktúrában szerveződő birodalmak földindulásszerű gyorsasággal olvasztották be, alkalmasint semmisítették meg a meggyengült népeket. A szinte állandósult létbizonytalanságban optimalizálni kellett a társadalmak működését biztosító erőforrásokat, és minimalizálni a kockázatokat. A vérbosszú intézménye folyamatos és súlyos kockázatot jelentett a közösségekre. Ennek gyökeres kitépésére vállalkoztak eleink, amikor a más népeknél is szokásban volt vérszerződésre léptek ezt, az előbb már említettem. A kompozíciós rendszer jogtörténeti morfológiai szempontból a magánjogias vonásokkal jellemezhető. Világosan kitetszik ez a perjogi konstrukcióból is, az eljárásrendből, hiszen jellemzően a sért és a sértett fél vagy jogutódai álltak egymással szemben, nagyjából hasonló, mint ma egy polgári perben. A kompozíció anyagi jogi jellegzetessége abban állt, hogy a bekövetkezett jogsértést vagyoni eszközökkel orvosolták, ami magát a bűncselekményt is dologiasította. Félreismerhetetlen jegye, hogy tisztán materiális szankciókkal operált. A kártérítési szemlélet talaján állott, vagyis a jogvita egyik legfontosabb eldöntésre váró kérdés az volt, hogy megállapodjanak a jogsértéssel okozott kár mértékében. Ennek előfeltétele volt, hogy a felek kölcsönösen elfogadják a vagyoni elégtétel útján való kiegyezést. Külső közhatalomnak ebbe eredendően nem volt beleszólása. A kompozíciós rendszer az archaikus évszázadokban széltében és sikeresen alkalmazott büntetőjogi modell volt a magyarság körében is. Eleink, mai tudásunk szerint a pusztai népek köréből hozták magukkal a jogsértések elsimításának e módját. A vagyoni elégtételadás rendszere a tapasztalat szerint életszerű választ adott a súlyosan kiélezett emberi tragédiák kezelésére is. Modern jogi szóhasználattal magánjogiasnak mondható tehát a fő jellegzetessége a jogvita rendezési módnak, és ez főleg azt jelenti, hogy az egymással szemben álló felek perjogi tekintetben alkupozícióban voltak egymással, a jogias kifejezés, az lényeg, hogy nincs jogi túlhatalma egyik félnek sem a másikkal szemben. Ez nem is lehetett másként, hiszen túlnyomó közhatalommal rendelkező elkülönült jogszolgáltatás, pláne hatalmi monopóliummal fellépő közszervezeti tényező még akkor nem létezett. Az egymással szembeni gyakran valamilyen kölcsönösséget is felmutató, de minden esetre az egyik fél jogigényének érvényesítését célzó, nem a nyers erő igénybevételét alkalmazó vitarendezés során az egymással szemben álló felek szabályos jogi küzdelmet folytattak egymással. Ennek Magyarország részleteiről sajnos semmiféle forrásunk nincs. A hasonló fejlettségi fokon álló más társadalmak történetéből nyert ismereteink nyújtanak némi támpontot. A formális bizonyítás során leggyakrabban alkalmazott eszközök az eskü és az istenítéletek voltak.
A fejlett közszervezetek, majd az állam megjelenésével rögtön nem tűnt még el a vitarendezés eszköztárából a kompozíció bevett gyakorlata. A vagyoni elégtétel adásra épülő jogrend gazdag adattárát őrizték meg a germán népek jogkönyvei, az úgynevezett Leges Barbarorum. Hát itt most következik egy fejezet, amit csak nagyon röviden fogok megemlíteni, bár írtó érdekes. Azt szoktam mondani, hogy ezek a mázlista nyugati germán társadalmak, ők ismerik a jogi ókorukat is. Mi nem ismerjük a jogi ókorunkat, pedig nyilván nekünk is volt. Mi a jogi középkorunkat ismerjük csak. Tehát a fáról nem úgy jöttünk le, hogy rögtön a középkorba csöppentünk. Meg volt az azt megelőző történelmi korszakunk, ez az eurázsiai sztyeppéken éltünk egy pár ezer évig, amiről azonban semmilyen érdemi forrás. Itt, ami vannak az ellenségeinktől, ugye az araboktól, bizánciaktól, stb. Hát azt tudjuk, hogy az ellenségek írják egy néptörténelmét, azt kicsit fenntartással kell kezelni. A germánoknak azonban megvan a saját ókoruk, az nagy mázliuk persze, hogy annak köszönhető, hogy ők évszázadokon át a római kultúra szomszédságában éltek, és nem csak az írás tudásnak a technikai tudását sajátították el, hanem megérintette őket az a kultúra, az a görög-római kultúra, amely írásban rögzített minden releváns tényt, körülményt, és ez az időkön át, századokon át megőrizte azt a tudást, amit egyébként a szóbeli tradíció nyilván nem képes ilyen módon továbbadni. A germán népjogok, gyakorlatilag minden jelentősebb, nagyobb germán népnek megszületett a maga korában az a elég részletes jogkönyve, ezeket törvényeknek szoktuk általában fordítani. A lex szó az ilyen tömörített fájl, tulajdonképpen nagyjából az egész római antik kultúrát ebben a három betűvel le lehet írni, de amikor jogforrástani értelemben beszélünk róla, akkor általában törvény szóval fordítjuk magyarra, mert hogy ezeket a germán törvényeket már akkor frissen keresztény hitre tért Fríz, Bajor, Frank, stb. Uralkodók adták ki, amelyben rendkívül részletgazdagon megőrizték a saját törzseik, népeik archaikus szokásrendjét, és érdekes módon zömmel büntetőjogi tartalmúak ezek a rendelkezések. Tehát ebben a korban, amit írásban lejegyezni méltónak és szükségesnek tartottak, azok nem ilyen kellékszabatossági, meg bankgaranciák, meg ilyen magánjogi tartalmú ügyek, amik a római jognak egyébként a forrásait túlnyomó részt alkották, nem, a büntetőjog. Tehát hogy hogyan lehet békét, rendet teremteni, fenntartani, és hát a megsértett jogrendet helyreállítani, ez volt a fő témája ezeknek a germán népjogoknak. Na, azért egy-két apróságot innen hadd idézzek. A legjelentősebb törzsek mindegyikének elkészült és fenn is maradt tehát a jogkönyve. Fő szempontnak az okozott kár számított, ami személy esetén a társami státuszhoz igazodott, és ugyanez a megközelítés érvényesült az elkövető oldalon, ha a közszabadoktól élesen különbözött a bűnnel követő joghelyzete. Általánosnak azonban az alábbi megfogalmazás volt tekinthető, most idézek azt hiszem a Lexálikából, magyarra fordítva, ha valaki egy szabad embert haragból megüt, amit puliszláknak neveznek, egy szoliduszt adjon. A idézet vége. Az elkövető oldalon tehát a valaki lényegében azt jelenti mai modern büntetési terminológiával, hogy az bárki lehetett. Ami világosan mutatja, hogy a társadalom még döntően közszabadokból állt. A Lex Bajuvariorum, ez később a bajoroknak a törvénye, 8. század, 9. század környékén íródott, rendelkezéseinek példáján is világosan tükröződik az a jogtörténeti korszak, amely a bosszút már maga mögött hagyta, de az állam által kisajátított bünteti jogszolgáltatás még nem vált egyeduralkodóvá, hanem a vagyoni elégtételadás számított a fő vitarendezési eljárásnak. A bünteti jogi minősítés és a büntetés szempontjainak számos részletkérdésére választ adott a jogkönyv. Így a bírákat intette az igazságos ítélet meghozatalára, és érzékelhetők a szándékosság és a gondotlanság megkülönböztetésére irányuló törekvések is. A gondotlan elkövetés és a véletlenül okozott kár között azonban nincs éles határvonal. Befolyásolta a szankció mértékét a sértett neme is, így a női sértettekért általában kétszeres megváltást kellett fizetni. Az elkövetés helye is releváns volt,
mert templomokban uralkodói székhelyen elkövetett bűncselekmények erősebb védelmet élveztek. Hasonlóan súlyosabb megítélés alá estek a titokban, alattomban, éjjel végbevitt büntettek. A magyarországi kezdetek. Kanyarodjunk rá most már Szent István törvényeire. Első királyunk Szent István korából fennmaradt törvények megőrizték annak emlékét, hogy a 11. század elején hazánkban is még nyilvánvalóan a kompozíciós rendszerben zajlottak le azok a büntetőperek, ahol erre az uralkodó megadta a lehetőséget. A leginkább idevágó rendelkezés szerint a szándékos emberölésért is csak jóvátételt kellett fizetni. Hát most a latin eredetit nem idézem, de a fordítása nyersen körülbelül úgy szól, hogy aki embert öl, itt a férfi ember, grammatikailag férfit kell értenünk, az szenátusunk, tehát a király tanács döntése alapján 110 aranypénzt fizessen, ebből 50 aranyat kell a fiszkusznak, tehát a királykincstárnak beszolgáltatni, másik 50-et a sértett rokonságának, az áldozat rokonságának, és 10-et a közben járó bíráknak. Egyébként pedig az elkövető böjtöljön a kánonok rendelése szerint. Ez az első ilyen említése annak, hogy a böjtölés, amit az egyházi szokásrend nem büntetésnek tekint, hanem mondjuk aszketikus önfegyelmezési gyakorlatnak. Ez a magyar büntetőjog történetben innentől Szent Istvántól kezdődően egészen a 19. század közepéig mellékbüntetésnek számított. Tehát mondjuk elítéltek itt ebben a vármegyében 19. század közepéig. Mondjuk például az egyik ilyen betyárt, az a Veszprémi úri szék, Veszprémi szerzője ítélte el a Sobri Jóskát egy disznókonda elhajtásáért. A Sobri Jóska talán 2 évet kapott, ami egyébként nagyon súlyos büntetésnek számított abban az időbe. És a rendszerinti büntetés az volt, hogy lehúzta azt az időt, amit kiszabtak számára a vármegyei törvényszék. Évszakonként kapott 25 botot a popsiára, hogy szokja, és azon kívül folyamatosan heti 2 nap böjt. Tehát a böjt az kifejezetten a büntetések körében megemlített szankciós tényező volt, hát aránylag a szelidebbek közül való, azért ezt így mondhatjuk talán. Modern jogi szóhasználattal magánjogiasnak mondható jellegzetesség, most Szent Istvánról beszélek megint, e jogvita rendelkezési módnak főként azt jelenti, hogy az egymással szemben álló perek perjogi tekintetben tehát kb. Pariban vannak. Ez nem is lehetett másként, hiszen túlnyomó közhatalommal rendelkező igazságszolgáltatás még csak épülő félben volt Szent István korában. A formális bizonyítás, ami az eljárás bizonyítási dimenzióját jelentette, abban állt, hogy a perbe vitt felperesi és alperesi állításoknak nem a valóság tartalmát, hanem hihetőségét és hitelességét mérlegelték, tehát pusztán formai szempontok alapján dőlt el a jogvita. A középkor Európájának a lelki, vallási, intellektuális dimenziójára ez nagyon éles fényt vett, nagyjából a 13. századig, és nem csak Magyarországon, a perben elhangzott állítások, felperes, alperes részéről, állításoknak nem a valóság tartalmát próbálták meg minden áron bizony tanúkkal, meg hamis tanúkkal, meg videófelvételekkel, stb., hanem tisztán azt a kérdést próbáltak eldönteni, hogy az illető hazudik, vagy nem hazudik. Igazat mond, nem. Hihető-e, hogy igaz az, amit mond? Ez nem csak onnan érthető meg, hogy az írásbeli kultúra, még írásbeli dokumentumok bizonyítékos, hát kezdetleges szinten állottak, ez is igaz egyébként. Ennél sokkal fontosabb szempont azonban az a vallási dimenzió, amely a középkornak ezekben az érett századaiban tökéletesen áthatották a közgondolkodást, a jogrendet is természetesen, amelyben a kimondott szó, az nem ilyen kommunikációs valami volt, mint ma, hogy össze-vissza beszélhetünk. Egy rendes polgármester ma se beszél ugye össze-vissza sok helyen, hanem amit mond, annak hitele kell legyen. Ma már utána is lehet járni elég aprólékosan, hogy blöffele valaki vagy sem. Ebben az ez nehezebben ment, de nem is ez volt a lényeges.
hazudik vagy nem hazudik. Az Úristen ugye nem robbantotta, meg nem tudom, hogy barkácsolta a világegyetemet, hanem kimondta, hogy legyen. Tehát a szónak teremtő ereje volt. Ebben a középkor embere hitt. Tehát amit egy perben, pláne eskü alatt val valaki, azt nem lehetett könnyűszerrel elrelativizálni, annak perdöntő jelentősége volt. Az Isten ítéletek, az volt a következő szint, hogyha mégse lehetett rendesen eldönteni egy ügyet eskükkel, eskütársakkal, akkor az ordáliák, az Isten ítéletek következtek. Itt az a hiedelem állt a háttérben, hogy a mindenható és mindentudó Isten az igazság pártján áll, és az ártatlan védelmére kell. Abszurd helyzetek megkonstruálásán keresztül gondolták megnyilatkozását tetten érni, a kinyilvánított isteni álláspontot, amely helyzetek interpretációja néha egészen meglepő volt. Ez erősen germán nyugati hatásként érvényesült nálunk, például a Szent László király sírjánál a híres tüzes vas próbák a Váradi várban, ahol legutóbb találkoztunk, mert többször is találkozunk a Nászoron, most csak hogy ez jött eszembe. Ott tartottak ilyen tüzes vas próbákat, egészen 1230, ugye a Négy Zsolatiráni zsinaton betiltották, és utána egy pár évtized eltelt, amíg hozzánk minden lassan gyűrűzik be, évtizedek teltek el még akkor is, mire a zsinati tilalom érvényesült. 1230-as évek elejéről való az utolsó bejegyzés, és ez megmaradt szerencsére a tatárdult, a Váradi vár üszkös romjai közül ki tudták kapirgálni, megtalálták a regisztrumot, ami egy európai rangú dokumentum az ott végzett istenítéleteknek, a tüzes vasat kell. Erről most nem beszélek, mert nagyon, de nagyon érdekes különben majd utána esetleg, akit érdekel, elmesélem. De az egyik ilyen teljesen nyugati germán import intézmény volt, ez a hidegvíz próba volt, amelynek során az arra ítélt szemét összekötözve egy mély vízbe eresztették alá, csak bizonyos idő elteltével emelték ki. Ha még életben volt, az bűnösségére utalt, mert úgymond nem fogadta be a víz. Ha megfulladt, ártatlannak nyilvánította a bíróság. És ezzel most úgy kicsit mosolygunk, de ez a maga időben egyrészt valóság volt, másrészt komolyan hitték is ennek a valóság tartalmát. Megjegyzendő, hogy ez a középkori istenítélet, mint bizonyítási eszköz, tehát nem mint perdöntő intézmény, csak bizonyítási eszköz, mint próba, kicsit megváltoztatott névvel, mint boszorkányfüröztés, visszatért a koraújkori boszorkányperekben, így a nevezetes szegedi pörben is, ez már 1728-ban volt. Általánosan érvényesült, hogy mivel a társadalom még döntően szabad és egymással megközelítően egyforma jogállású tagokból állt, ezért az elkövető státuszát leggyakrabban nem is említették, hogy az előbb erre már egy korábbi Lex Szálikából vett példával utaltam. Első királyunk, Szent István számos részletszabályt megőrző dekrétuma jó bizonyság arra, hogy a 11. század elején hazánk szokásjogi rendjében a kompozíciós vitarendezés eljárás nem csak ismert, hanem nyilván gyakorolt is volt. Nem tudjuk, hány dekrétumot írt, lehet, hogy sokkal többet írt Szent István, én kinézem belőle. Ennyi maradt meg, ennek is örülnünk kell. Bölcs uralkodónk nem látta okát, hogy teljesen eltörölje, de királyi jogon erősen beleavatkozott a jóvátételi összegek mértékének megállapításába, és főleg abba, hogy a per részvevők közül ki milyen arányban részesedhet belőlük. Az alábbiakban áttekintett rendelkezések fő jellemzői a germán társadalmak jogkönyveinek társadalmi párhuzamait mutatták, ez volt a tükör, amiben belenézhettünk, vagyis a domináns a vagyoni jóvátétel lehetőségének biztosítása volt, és hangsúlyt kapott az elkövetői kör státusza is, ami részben az anyagi teljesítő képességgel is kapcsolatban állott. A lopás. A lopás mint egy alapesetének tekinthető a szabad ember által elkövetett cselekmény, ez a 44. kaput a Szent István II. Dekrétumából. Ennek büntetése a szabad státusz elvesztése, tehát jellemzően a közszabadok és a nem szabadok, ezeket nem könnyű jó szóval illetni, mert mondhatnánk, hogy rabszolgák, de abból mindjárt vagy a Spartacus féle
történelmi figurák ugranak elénk, esetleg a 19. századi Tamás bátya féle történetek, és azok egyébként sajnos hátborzongató hasonlatosságot mutatnak. Itt nem biztos, hogy egészen erről lehet, ez inkább a családi, patriarchális rabszolgaságnak a státuszáról lehetett szó. Ha a tolvaj a szolgák joghelyzetére süllyedt, és mondhatni visszaelsőként folytatta bűnös étetvitelét, most Szent Istvánnak idézem a rendelkezés stációit, különböző testcsonkító szankciók következtek. Tehát az első az, hogy ha szabad ember lopott, akkor elvesztette a szabad jogállását. Ha eleve szabad lopott, akkor ugye mélyebbről indult a történet, és akkor testcsonkító büntetések következtek, levágták az orrát, fülét. Hát ez se volt egy olyan nagyon vidám dolog, de azért attól, ha nem patkolt el szegény egy vérmérgezésbe, még attól életben maradt, és megjegyzem, a közösség már messziről látta, hogy ez egy ilyen fületlen koma, hát jó lesz vigyázni, mert valószínűleg enyves a keze. Amelyeket azonban rendre megválthatott 5-5 tinóval. Tehát Szent István királyunk belengeti ezt a durva szankciót, ami valószínűleg egyébként élő gyakorlat volt. De hogyha hozzátett, hogy megválthatja 5 tinó, ugye a tinó az a, tudjuk mi a tinó, a hallgatóim nem mindig tudják, ezeket el kell magyaráznom nekik, ugye a régi agrárkultúrának ezek a sajátos kifejezései már eltűntek, ugye herélt bika, amelyet gyakorlatilag étkezési célra, vagy esetleg mezőgazdasági célra használtak, a tinó az a fiatal évjáratú. 5-5 tinó, hatalmas érték volt egyébként, 5-5 tinó. Csodálkozhatunk is, hogy egy szolga, egy rabszolga, honnan volt 5 tinója? Nem könnyű kérdés egyébként, nincs rá könnyű válaszom. Ez is egy adalék lehet ahhoz, hogy ezek a rabszolgáknak a státusza valószínűleg megengedett olyan családi, közösségihez tartozást, amelynek lehetett vagyona. Lehettek tinés. Tehát, hogy 5 tinó, ahhoz már egy akkora marha csorda kell, amiből ugye 5 bikát félreteszünk hizlalni, amellett ott még kell legalább annyi, vagy dupla annyi tehén, bor és stb. Tehát most egy szabályos marha csordával kell ott rendelkezni egy rabszolgának. Mekkora vagyona lehetett a szabadoknak? Hát sokkal több, mert ők tőlük 100 tinót követelt. 100 tinó ma, hát én is az országban van-e ma. Összesen annyira visszafejlődött a szarvasmarha tenyésztésünk, de ebbe az irányba nem akarok elmenni most. És csak a harmadszori lopáson tettenért kapott tolvaj büntették halállal. A király fegyveres tisztviselői, vitézek és ispánok kiemelkedtek az elkövetők általános köréből. Őket gyakran önállóan említi a dekrétum, így a király vagyonát hűtlenül kezelő ispánokat, amellett, hogy vissza kellett pótolják az elsikasztott javakat, az okozott kár kétszeresében marasztalták. Hát ez is olyan nagyszerű dolog, de azok, akik lopnak, hát nem folytatom. Hát, itt van 1000 éves muníció. Vissza kell adni, és még egyszer annyit. A leányrablás elkövetői, ez is egy érdekes sztori, de itt is próbálok rövid lenni, a leányrablás elkövetőiként is, elsősorban őket említ a törvény, meghagyva, hogy a lányt adják vissza a szüleinek. Hát ez szerintem egy ilyen jámbor rendelkezés volt, mert az a lány, akit már elraboltak úgy rendesen, arra a célra, amiért az akcióra sor került, azt utána már a saját családja sem biztos, hogy nagyon szívesen fogadta vissza. Ennek egyébként ilyen durvább okai is voltak, mert ugye a lányokat, ahogy említettem, jellemzően eladták, és a már megesett lányokat nem lehetett olyan jól kiházasítani. Na és akkor adják vissza, mert ez az emberséges, és fizessenek 10 tinót jóvátételként, az egyszerű közszabad itt is csak 5 tinót kellett fizessen. Az emberölés, azt említettem, egy nagyon lényeges rendelkezés, a szándékos emberölés. A nem szándékos emberölésről is szól Szent István. A nem szándékos emberölésén 12 tinó volt a fizetség mértéke. Nem a véletlen, nem a casus major, hanem ahol azért a felelősség tapintható, csak nem az a direkt szándék volt. Ott 12 tinót kellett fizetni.
A feleséggyilkosságban vétkesek elleni jóvátételek összegei is az elkövetők státusa alapján nyertek szabályozást. Az ispánok 50, vitézeik 10, a közszabadok 5 tinóval tartoztak megengesztelni az asszony rokonságát. A Szent Istváni novum újdonság itt az, hogy a keresztény jogrend, jogi kultúra behoz egy egészen új szempontot. A tisztán kompozicionális, a tisztán vagyoni elégtételadás eszközével operáló, jellemzően pogány kultúrájukat, vallási világokat tekintő pogány kultúrákban az elkövető alanyi státusza az nagyjából mindegy volt, ahogy erre már röviden utaltam. A keresztény jogrend azonban behoz egy gyökeresen új szempontot, amelyik azt mondja, hogy nem a hulla, a közönséges kifejezésért értéke, nyilván amíg még szuszogott, számít, hanem az elkövető. Ő neki van lelke. Az ő lelke és üdvössége forog kockán. Akit meggyilkoltak, az lehet, hogy már a mennyországban van. Azzal nincs dolgunk. Az elkövetővel van dolgunk. Az elkövető az, akire a pokol kényköves világa vár, egy beláthatatlan idődimenzióba, hogy ez Dante hátborzongatóan megírta. Nem is jó rá gondolni, mert ez nem vicces dolog, természetesen, mai fejjel gondolkozva sem. Középkor még aztán pláne tudták dramatizálni a túlvilág elképzelt világát, hanem az elkövetőre kell tehát koncentrálni. Az elkövetőnek a társadalmi státusza, erkölcsi miben léte, ezek számítottak egyre fokozódó mértékben. Úgynevezett tettes büntetőjog kezd innentől kezdve kialakulni. És ennek az erkölcsi összefüggése az, amire szeretnék itt most nyomatékkal még rávilágítani. Ugyanis a középkor társadalmának embere úgy gondolta, hogy a magasabb polcon ülő embertől több várható el. Aki magasabb polcon ül, és elkövet egy ugyanolyan tárgyi súlyú cselekményt, bűncselekményt, mint egy alacsonyabb helyzetű, ez a magasabb polcon ülő súlyosabb büntetést érdemel, mert tőle több várható el. Ennek egyébként egy ilyen halvány utánérzetét nemrég hallottam is, talán Norvégia, vagy hol ezek a dúsgazdag skandináv ország kísérletezgetnek mindenféle jópofa dolog, néha jópofa, néha nem annyira jópofa dologa. Ott van azt hiszem, hogy a közlekedési szabálysértésekért többet kell fizetnie annak a jogsértőnek, akinek a ugye villámgyorsan lekereshető adózási jövedelmi viszonyai magasabbak, mint az átlag. Tehát ugyan a piroson áthajt valaki Oszlóba, egy milliómos norvégnek azért 20-szor többet kell fizetni, mint mondjuk én nekem, ha arra járnék. Érteni? Tehát, hogy a középkor emberében megvolt ez a finomság, megvolt ez a strukturáló szemlélet, hogy az elkövető státuszát, helyzetét vették fokozottan figyelembe. És ez aztán innentől még századokon át így folyt tovább. A rendiség ugye egészen keretekbe csomagolta ezeket a szempontokat, és majd csak a 19. század liberális jogállami progressziója hozza el azt a nagyjából ma is érvényes doktrinát, hogy a törvény előtt minden ember egyenlő. Bár nem expressis verbis, de utalásszerűen szintén az ispánok és katonáik elkövetői köre lehetett a szabályozás alapja, amikor az emberélet kard általi kioltása kerül szóba a 46. kaputban, Szent István II. Törvényéről van szó még mindig. Itt nincs kompozíció, nincs csenektinók, hanem tisztán a Justalionis elve érvényesült, aki karddal öl, azon kard által vesszen. Nehéz nem gondolni az ismert és nyilván a dekrétum szövegének feltehetően egyházi megfogalmazója által is jól ismert bibliai történetre, amelyben Jézus utasítja rendre a védelmére karddal kelő Pétert, Máté 26.52, tedd vissza hüvelyébe kardodat,
mert mindaz, aki kardot ragad, kard által vészel. Mondjuk egy halász embernek honnan volt kardja, azt nem tudom, szerintem a rómaiak nem tűrték volna el. De ez a történet, ezt a szép epizódot így mégis, hál' Istennek megőrizte számunkra. Az ugyanilyen módon bekövetkezett sebesülés okozójának pedig hasonló fizikai büntetést kellett elszenvednie. Abban esetben azonban, ha a sebesülésből a sértett felépült, ismét a kompozíció alapján került pont az eljárás végére, vérdíjat kellett fizetnie, annak felét a kard puszta kivonásáért. Itt a vérdíj alatt még nem a rendi kor később értes irányadó, de ezt most akkor nem folytatom. A keresztény jog, az állami megtorlás rendszere, amit tehát Szent Istvánnal lép be a magyar jogtörténelembe, itt két elemet szeretnék röviden kifejteni, és akkor végére is érek, bár nagyon meg vagyok elégedve a hallgatósággal ragyogóan, bár a hallgatóim lennének ilyen figyelmesek. Az első, a keresztény jogrend megjelenés, egy keresztény értékrend jelenik meg Szent István országában. A kereszténység felvételével a középkori európai társadalmak világában újfajta szemléletmód kezdett lassan teret hódítani a büntető igazságszolgáltatásban is. Ennek talán legfontosabb vonása az egyéni felelősség elvének középpontba kerülése, ezt fejtegettem az előbb. Az archaikus büntetőjog ugyanis sok tekintetben még a közösségi büntetőjog felelősségi szemléletének és gyakran a bosszú gyakorlatával is egybe kapcsolódó elvi alapján állott. A kereszténység szemléletmódjában, teológiai értelemben minden ember bűnös, az egyházi és világi törvényeket megsértők pedig kivált, annak számítanak, ezért nem csak méltók a büntetésre, hanem a szankciók elszenvedése által bűneiktől való megtisztulásuk is elérhetővé válik. Azt mondhatnók, hogy a büntetőjogot a középkori európai kultúra mint egy vallási dimenzióba emelte, kicsit a régi zsidó társadalom jogi és vallási kultúrájának a világa sejlett fel, amelyben a gyakran brutális büntetések vezeklési funkciót is betöltöttek. Az általános felfogás szerint így hangzott a tétel, crimen peccatum est, azaz a büntettek nem csupán emberi törvények megsértését jelentették, hanem egyben Isten elleni vétkek is voltak. A crimen szó az, tehát még az antik római jogból származott közbűncselekmény megnevezés. A peccatum az pedig inkább teológiai tartalmú kifejezés, bűnt jelent, Istennel szembeni vétket. Ennek a gondolatnak nyelvi emlékét őrzi a modern magyar büntetőjogi szaknyelv is. Egyébként rengeteg mai hatályos jogi szóhasználatunkban is eredetileg középkori eredetű kifejezést használunk. Ezeket én mind elmondom az előre, csak a tételes jogot tanulók idejében már elfelejtik. Például, amikor a bűnösség fogalmát használja a modern büntetőjog, akkor is ezt a kifejezést történeti idejét idézzük meg, persze ma már istenes tartalom nélkül. Tehát amikor egy büntető bíró megkérdezi a vádlottat, hogy bűnösnek érzi magát, ezzel ma már nem azt érti a bíró, hogy az Úristennel szemben, hogy érzed, rendben vannak-e a dolgok. Nem, csak azt érti a mai modern bíró, hogy a jogrenddel, a törvényes renddel szemben álló cselekményt követtél el. De ennek a vallási dimenzióját már nem érti bele. A magyar szó eredete viszont pontosan innen származott, és érdekes megnézni ilyen szempontból más nyugati népek jogi szóhasználatát, mert például a német büntetőjogban a schuld kifejezést használják, schuld, schuldig, az azt jelenti, hogy adós, hogy tartozik. A mai német jogi szóhasználatban a schuld, mint büntetőjogi természetechnikusnak, nincs semmilyen vallási dimenziója, nem is volt soha magánjogi, az igen. Tehát a keresztény jogrend megjelenés az egyik fontos új attribútum. A másik pedig az individuális szemlélet. Az archaikus büntetőjog sok tekintetben még közösségi szemléletű volt, az említett Zach Felicián féle eset, azt hiszem hátborzongatóan jó példa erre. Ugyanis a közösségi büntetőjog, még ezt a gondolatot nem fogalmaztam meg, talán elég explicit mondom, tehát a régi társadalmaknak ez az alapvető közösségi szemlélete és létmódja, ez
az élet minden területén igaz volt, tehát egy család, az egy nagy családot jelentett, jellemzően a Pater Familias, a még élő, legidősebb családfő, jogi, erkölcsi és jogi hatalma alá tartozók teljes közösségét, ez egy nagy vagyoni közösséget is jelentett, és ennek a büntetőjogi tartalma is ezzel volt adekvát. Tehát amikor egy Pater Familias követett el valami ronda dolgot, és elítélték, kivégezt, és a többi, akkor nyilvánvaló volt, hogy azzal az egész családja is kárt szenved, hiszen nem csak egy személlyel lesz kevesebb a család, személy kevesebben ülnek az asztalnál, hanem egy olyan szemét veszítenek el, aki addig nélkülözhetetlen és jelentős tényező volt. Ez a közösségi dimenzió az, amit egyébként nagyjából a 19. századig még a magyar jogrend őrzött. 48-ig az ősiség törvényével. Azóta már csak az ági öröklés maradt meg belőle, egy kis pici maradvány ebből, individualizálódott a magyar jogrend teljesen. Tehát nagyjából 1867, 48-ig, 67-ig maradt meg az archaikus magyar tradicionális jogrend, utána bedarált minket a német jogi kultúra. Igen, az individuális szemlélet... tehát ez a közösség, tehát hogy nem, harmadiziglen kiirtották az egész családot. Hát borzalom. Mi közel volt a szerencsétlen feleségén? Arról most nem beszélve, hogy egyébként teljesen érthető okból támadt rá a király családról, ebből most nem akarok egy nagy reklámot csinálni, azért egy felségsértésnek mégsem. Pont aki miatt kitört ugye a cirkusz szegély Klára lánya, akit megszeplősített a királyné öccse, ő járt a legcsúnya, és harmadiziglen kiirtották a rokonságot. Tehát a közös, tehát tudnia kellett annak a családfőnek, konkrét esetben ez a személynek, de általában más összefűrve is, hogyha valami hülyeséget csinálok, az nem csak én rajtam verik el a port, mert ugye a gyerekemnek külön van a bankszámlája, mert őket már nem ér. Nem, az egész család. Az egész család, aki ahhoz a személyhez kötődött, jogi és család értelemben, az mind kárvallottja lesz az én hülyeségemnek. Amiként tehát egy hatalmas jóvátételi összeg előteremtése és bizonyára gyakran a rokonság egészének anyagi áldozatvállalását követelte meg. Amikor 100 tinót össze kellett hajtani, az nem, egy istálóban nem volt valószínűleg 100 tinó sehol se, még egy királyi istálóba se. Ahhoz végig kellett járni a rokonságot, rengeteg pofont kapni, meg még egyebeket is gondolom, hogy valahogy a jóvátételi összeget össze tudják szedni. Tehát a közösségi dimenziót szeretném nagyon-nagyon hangsúlyozni. És ahogy tehát az anyagi áldozatvált is követelt, úgy kivételes esetben akár vérükkel is osztozniuk kellett egy rokon súlyos megítélés alá eső cselekedetéért. Na most e szemlélet ellenében lépett fel az egyház, amely a középkor évszázadaiban a maga értékrendjével határozottan állást foglalt az individuális jogi, benne a büntetőjogi felelősség általánossá válása mellett. Más megközelítésben azt is mondhatjuk, hogy az erősen eredményorientált tett büntetőjog helyére mindinkább a tettes orientált büntetőjog lépett, amely folyamatban az elkövető személyének vérségi kapcsolatrendszere egyre inkább kívül került a büntetőjogi felelősségre vonás hatókörén. Ebben a modernizációs folyamatban is első döntő lépést Szent István királyunk tette meg. Köszönöm szépen a kitüntető érdeklődést. Engedjenek meg egy személyes gondolatot. Professzor úr tanított engem a Szegedi Egyetemen. Úgyhogy nekem ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy felkonferálhattam önt. Köszönjük tehát professzor úr előadását, mélyen szántó gondolatait, és mindenkinek nagyon köszönjük, aki a Szent Jobb megtalálásának emléknapján megtisztelte eseményünket a jelenlétével. Most pedig várjuk önöket egy kötetlen beszélgetésre a
díszterem melletti helyiségbe. Szeretettel. Köszönjük szépen!